Bácsinak a... Hagyj meg egy puszit gyorsan, Péter bácsi! ...jugdíjas búcsúztatója. Ebben műhelyrészben dolgozott Péter bácsi hosszú éveken keresztül. Kedves törőcsik barátjának ez az asztala. Tükrözi az egész emberi életet. Csend élet uralkodik. Kenyér hiányzik róla. Amióta elment a Karadzsosz, azóta csend. Ezzel a gyári belépővel járt hosszú éveken keresztül betelepet. Igen. Meg kellett mutatnom, mert nem bíztak bennem. Nem hosszú hitték el, hogy így dolgozom. Hosszú éveken keresztül nem hitték el, hogy ő ez a dolgozó. Igen. Sokszor kérték a portán. Úgy látszik, nem bízték be az arcukba az impofámat. Miért? És ezért mindig kértek. Ez volt az én asztalom. Itt tettem, vettem mindent. Hosszú időn keresztül. Most másnak adom át. Eddig én dolgoztam itt. Ez a kávéfőző, ez azért van itten, mert ma kávét főztem a kollégáknak búcsúzóul, és be van tárazva a következő kávé. Nehogy kevés legyen. Ez a hőtechnikai labornak a folyosó része. Itt. Ide gyere, mert ezen a számítógépen nagyon sokat játszottam és idegeskedtem, de nagyon sok időt eltöltöttem ezen. Egy játékon még ma sem tudok rájönni, hogy hogy kell megcsinálni, nem csak egy, hanem 111-ből legalább 80-at nem tudok megcsinálni. Tehát ő az, ez a számítógép. Ilyen szeretnék majd a fiamnak venni. Egyrészt azért lenne jó, mert egy ilyen géppel el is tudnám magamat foglalni otthon, sőt, a fiam is használ tudna venni. Tehát ez a három egységből állna az egész gép, csak nehéz lesz Milka nénit megfűzni arra, hogy belemenjenek az anyaggépbe. Pedig a filóban félig meddig meg van beszélve, hogy egy ilyesmit szeretnék venni. Lesz-e belőle valami? Ezt nem tudom. De ez a főnökség irodája, bejáratos voltam itt hosszú időn keresztül, és mindig szívesen látott ennél voltam ebben az irodában. Szóljanak, tehát nincsenek tulajdonképpen hozzászokva arra, hogy valami, amiben beleteszem a kajámat, egy kicsi steril legyen, ki legyen mosva. Most egy picike üres, csak így lehet megnézni, ez van benne. Jó félig, meddig nem az enyém az egész, de hoztam kollákat, egy kis fél deci, és ezt, egy kis azt, amivel megünnepeljük a mai napot. Utolsó útjára megy el Péter bácsi. Irodaépület, az ebédlő. Azért van olyan zaj, mert a képek szúrnak rendesen.
sok idő, mert Mihály Péter már. Péter bátyánk, és most már 38 éve dolgozott itt Kispesten, ahogy itt beindult a gyár. Most itt ebben a helyiségben fogjuk tartani a nyugdíjas búcsúztatóját. Reméljük jó hangulatba, kollégákkal, kolléganőkkel, kevés főnökkel, kevés pénzzel. Mert 14-én, délután 14 óra, 15-én elnézést, délután 14 órakor, azaz 2 órakor. Fog. Itt kapcsoljam be a Sofőr is fog jönni, gyerek, úgyhogy...
aztán ide kérdés lenni egy kólát a Péter bácsnak, mert pintálja ezt teljes egészére. Jöttek ide, csapata vonul be. Az ünnepeltet be hozzá. És csak törökkel, Libra Attila, Pásztor Csalán. Csajka Gabi, Bandi bácsi, Pali, Horváth Gyógyi, Gizika. Üdvözlöm a megjelen munkatársaimat, vezetőket, és mindenkit, akit meghívtam, figyelmet. Sajnos bekövetkezett az a nap, amit nem vagyok láttam, nem is kezdett a hatalmat. Érdekel valakinek menni az ifjúságnak átszaladni a helyet. Éppen ezért meghívtam a szeretett kollégáimat, az ismerőseimet, a vezetőket erre a kis ifjúságra. Azt kívánom mindenkinek, érezzen jól magát. Köszönöm. Meddig tanultad ezt? Nem vártam én. Már három éve ezelőtt mondta, hogy bár már mehet. Nem, sőt, elintézte magának. Nem, Péter bácsi, kedves kollégák, engedjétek meg, hogy először annak a tisztelet legyek elegebb, hogy a Emonszul levelét fölolvassam, sajnos nem tud itt lenni. Igen, tisztelt Karanyos Petros munkatársam, őszinte sajnálattal, halaszthatatlan másirányú hivatali kötelességem miatt nem tudok nyugdíjba vonulásra alkalmából rendezett baráti találkozón részt venni. Köszönetemet és elismerésemet kifejezve küldöm ebbe pár sor annak az embernek, aki példamutató áldozatkész munkájával 34 éven át az erőműnek oszlopos tagja volt. Nagyon sok szeretettel köszöntöm nyugdíjba vonulása alkalmából, és kívánom önnek, hogy a becsületben eltöltött munkás évei után megérdemelt pihenését töltse, erőben, egészségben, az emberi kor legvégső határáig. Üdvözlettel, Emons Henrik üzemigazgató. Ezt így átadnám néked, és engedd meg, hogy én is pár szóba kísérj meg indulva. Meghatódva, már nem találom a szavakat, cserendesen elnézést. Nem búcsúzva mondjam el azt, hogy amikor oda kerültem 81 április 1-én az irányítás technikára, olyan embert ismertem meg benned, aki apám lehetett volna, ennek ellenére elfogadott, és azt hiszem olyan kollegális kapcsolat alakult ki köztünk, amit kívánok minden főnöknek, minden beosztottnak. Nem szaporítva a szót, mert csak mondanám, de azt hiszem az a legjobb csattanója ennek a kis gondolokának, hogy nem búcsúzni jöttünk egy olyan baráti találkozóra, amelyen ünnepelni szeretnénk, és kívánom azt, hogy még nagyon-nagyon sokáig dörömből itt a kapuba, hogy engedjetek be, ne búsulj, be fogunk engedni. És elvárjuk, hogy minél többet látogass meg bennünket, és azt hiszem, ígérhetem azt is, hogy ha arra járunk az Alka Máté tér egyfele, Ligettér egynél, meg fogunk ismerni, és rá fogunk kiáltani. Kívánom, hogy nagyon jó erőbe, egészségbe töltsd el a hátralévő éveket, te és a családod örömére, boldogulására. Nagyon köszönöm. Köszönöm.
Karagyoszul. Gyerekek. Először is, de nem utolsó sorban. A következő, én a főnök. Utolsó főnöke szeretnék magának minden jót kívánni nyugdíjba vonulásra. De az utolsó, a legeslegutolsó ugye otthon várja majd, és megkapja ezeket a sorokat majd felvételen. Nem tudok más többet mondani, hiszen jobb oldalon van a előtte lévő főnöke, bal oldalamon van az utódja, akivel remélem, hogy a rögös utakon is, amiket majd ezen túl járni fogunk, szintén ki fogunk jönni, ha nem is úgy, mint magával, mert azért pótolni lehet, hogy bizonyos embereket bizonyos mértékig lehet, de egy Karadzsos Petruszt a soha. És ezt mindegyikünk tudja. Az ő munkáját elismerni nem is igen lehet. Másképp, mint hogy sok boldogságot kívánok a Karadzsos Petruszt. Nagyon sok szeretettel jöttem, nagyon sok használjuk. Még nem késő, de szeretnék oda, hogy az előbb elfelejtettem. Közösségi belvében. Elvéve a virágot, csak még azt tudom, hogy mit találok ide. Már sejtem. Na, én maradtam a végére. Összességében nem te érdem le ezt, hanem a Mirkané. Úgyhogy a Mirkanének küldöm ezt a csokor virágot, aki elviselte a rigolyáidat, etetet, itatot, úgyhogy volt neki elég gondja. Úgyhogy veled, úgyhogy most jönnek a... Veled. És most jönnek a napok, a pihenő napok, ahol lehet nyugodtan sokat kirándulni, sétálni, és most már mehetek nyugodtan együtt. Nincs olyan, hogy neked bent kell dolgoznod, hogy ő nem ér rá. Most már otthon van ő is, otthon vagy te is, és sétáljatok nagyon sokat. Pihenjetek, nem kell semmit. Péter bácsi, köszönöm. Berakom a vízbe, jó? Hogy... Köszönöm. Ne elhervadjunk. Gyerekek, asztal terítve. Először is pontítsunk az egészségedre. Asztal terítve. Pesgőt, bontogassuk, bontsuk ki a pesgőt. Én nem tudok bontani gyereket, aki pesgőt. Gyerekek, gyertek közel. Meg vagyunk, elég közel vagyunk, én csak így. Azt nézd meg, azt nézd meg, azt bontsuk ki. Jó van, csinálják. Szépen, bocsánat. Segíts neki. Na, szépen is van. Hát, megtanultál, hogy meg kell könteni a poharat. Merke. Annyi kéz van rajta. Ó, az anyátok! Gyerekek! Ó, az anyátok! Mindenre számítottam, csak erre nem. Az én drága Milka néném. 1980-ban vett egy olyan órát, a mai napon mentünkre. Most készülöttem egy benne. Igen. Most készülöttem egyet venni, de én attól félek azt, hogy ez nem az enyém lesz, mert a kölyköm elhapolja. Mi az, hogy öcsödöm? Hát, nagyon köszönöm mindenkinek, gyerekek. Nagyon szívajánlék. Jó. A vezetőség egy ilyen csal. Na jó. Nem 33 éves, de 40. Itt. Ja, itt is van. A pillanatáival együtt 40, és a mai világban már nagyon sok ellenek. Gyerekek, mindenki egészségét! Kéne egy kicsit öcsém, mert nagyon kárcsú vagy várjam. Ezt lehet összébratni, nem? Lehet, persze vagyok. Lehet, hogy te rendet, nagyon szóval. Adjak szemüveget? Nem sincs itt.
Lehet látni? Hát ez aztán ez van minden. Ez tényleg tanulmányozni kell, hogy mit. Mondom, hát én még látom, hogy hány fok van. Amit. Hány éves vagy? Öröcsét megcsinálhatod, hogy hogy komolyan, na! De itt marad, hogy hány éves vagy, az is, azt is mutatja. Isten bizonynak. Ennek az embernek nem jön meg az eszembe. Nem mész a kerékrestaurántban megnyomod, egyből megmutatod, hogy menj a nyomás benne. Bizony, bizony, nagyon, nagyon komoly. Gyerekek, gyere, gyere, gyere. Sőt, reggel így megrász, hogy ébredj föl. Ez az olyan bonyolult, hogy az előnyünk volt. Szóval a csajkapait az enyémmel nem tudtál csodát tenni, amit az őkön én megváltam. Hát itt próbáltam. Hát ő mondta, hogy vegyünk ilyet. Meg itt is van óra. Itt látod? Hogy hátulról is látsz, ha úgy. Ez az ember, ez hogy bánik vele még mindig? Hogy bánik? Valami talán persze. Kedves, gyerekek, mindenki tölt magának. Vesz, tesz, vesz. Én soha nem voltam. Gyerekek, mindenki fogyasszon, ami jól esi, gyerekek. Van itt kettő is, Józsikám. Pistikén, ne előjön. Én szeretem, hogy miért nem hoztak el szintet? Én kell így nézni. Most már kell, hogy így van. Én az ő munkahelyén nem mennek meg a munkahelyen. Én a kollégákat írtam meg, az asszonyok, meg az otthoni dolgokat. Vidra, puszi, Vidra, puszid meg a főnöködet. Puszid meg! Vételváltozom, van neked? Tudod, neked puszilni a főnökét. Én mondom, hogy én nekem egy főnök kivételében nekem nagyszerű főnökeim. Egy kivételében. Az meg kerültünk rá. Ilyen kis bajuszok, tudod? Andréának. Nyílkar én rúzsan a szája Péternek, nyílesek meg itt. Tiszta rúzs, oda, oda. Hova kell jelni? Ez a Péter bácsi ezt csinálta nekem. Azt hiszi, hogy én nem tudom a félis találni, de azt mondja, hogy Bárceli, te ne egyél, úgyis dagat vagy. Nem tudom, milyen munka ez, de hát ez jött. Azt
Antoni megtanult szervírozni. Yeah.
egyet. Ne együtt fél pohára, nem kocsítom. Az is zsizunk. Azt már forrászol. Lehet, hogy aztán... Kolát is akarod. De húzd ki magam, mert fél emberesek kocsítom. Tudod, miért iszik Vörös Zsolt? Fele pohára nem. Amit én csináltam, a maggulyás itt bent a gyárban, az mindenki azt mondta, hogy
az babbuja. Jó, csípősre. Nem mondják a kamitot. Gerika, hogy nézd meg babbujás erős paprika lényeg? Úgy néz a tökorban, úgy veszi videóban. Hát veszi meg az erős paprikát. Hát én nálam egy levesbe is otthoni erős paprikát teszek bele. Nem tudom megenni a nincs leves csípős. A növényeid mi lesz? Jó kis bokrosalitán. Nincs semmi. Péter, de a tök úrú jó bundás kenyeret csinál. Ki? Tök úrú. Mint falusi létvére olyan nyeszlett tojás szokott hozni, olyan, hogy itt a messzes gödörbe érted, cepban érted, itt a messzes gödörbe innen. Betemették a messzes gödörbe. Hagy mondjak. Mindenki. Mugyi! Na, kapd egy olajbogyót! A magot nem kell higgyakni, jó? Nincs is benne! Miért mondom? Nincs is benne! Ezt élvedet, miért? Na, Bence, hogy letelt az 5 perc, most lehalkítjuk. Nem! Mesélj! Nem, még korábban. Mondom, hogy esélj! Meg van a bogyó? Olajbogyó? Két fogom, ha már megnézem, találkozunk, meg kell állni. Misi. Misi. Na hát az, ezt a nevet is sem mondtam meg. Misi. Ugye? Az igazság az, hogy a Móuszkám szereti nagyon a magyarok krémet. Magyarok krémet nagyon szeretem. Na de hát ez egy kis gyönge ezért. Móuszkám is meg. Követkedő. Hányadik név ma? Nagyon szép a derék ember ez, de volt az ilyen kis kisújjon műse. A következő helyzet állt elé. Nagy hatalmas munka volt, még akkor régen a Tungsonban dolgozott. Hát gondoljátok, hát kis inos gyerek, ugye hát ekkorával, 5 centivel egy nagy gépet kellett volna arrébb vinni. Hát mondja, neki állnak a... Andersen. Ez való igazság, majd rájössz arra, hogy igaz van Berce, majd elmondhatja. Gondolják, kivéve kell. Ugye Péter bácsi a vizével a 5 kilójával, neki feszül, 5-tel, erre azt mondja, hogy hóruk. Igaz volt? Na, és a gép meg sem mozdul. És akkor voltál, akkor lett az, hogy most már a kis hóruk. Akármára jártál gyára, ahely voltál hóruk. Igaz volt? Mit? Nem hóruk volt, hanem hopp. Hopp? Nem láttam, hogy nem tudja a történetet. Nem tudja a történetet. Nem hóruk, hanem hopp. Hány éves volt a tárgyal? 15. 3 kiló, 20 deka. 38 kiló. Ne, 38. 38. Ezt terek a paddal egy. 38 kiló. Hány 49. szeptember 27. Nehogy elmondja. Adtak rajta egy nadrágot, le kellett venni menni. Nagy volt? Nem bűrt el. Nem bűrt el. Lehúzta a csap. Gyerekek, amit én átéltem meg abban az időben, az nem sok embernek kívánom meg. Lehet mondani ezt, hogy születtem valamikor, ugye? Na mikor született? És 1951. augusztus 18-a után volt. Szóval mikor? Ja. Nem tudom. Az a másik, várjál, szóval mikor született Karadzsó? 1933. május 6. Jó, megtanulom. Mikor? Ezt mondja az ellenzék. Na most akkor itt ül maga. Mikor született? Papír, mikor az anyukája megszülte. Akkor, hát mikor született? Azt mondja, na, hogy papír. Azt nem tudja még maga se. Ott nem volt névjegyzés. Én úgy tudom, hogy 200 született. Három. Na, három. Egyáltalán te már nyugdíjokos úr? Nem biztos. Én az az, hogy nem van a május 6-án kellett volna nyugdíjban. Melyik május 6-án? Ne ez az. Nem biztos, hogy idén. Nem. De nagyon jól csinál. Gyerekek, 60 év, jön magáért beszél. Ez egy másfél. 58 vagy 60 vagy, nem? Nem számít. Nem állul.
Akkor nem jövök, mert rövetűs nap van. Ja. Hát az egy teljesen, azért most már igaz, hogy nem akarja a Finnországot lenni, a országot, hogy mutatott a minket megkeverni, meg az a van. Tehát nem volt egy olyan, tehát átlag alatt ürge volt. Akkor volt minden baj. Bolhász, katonai. Jó, hát nem egyszer voltak, hogy bolhász. Uda jó volt. Nem lehet, hogy nem lehet. Hát a Brezsnyevről úgy tudták az oroszok, hogy cár, atyuska. Nem tudták, hogy valami, hogy rendszerváltozás. De legalább olyan tekerre fogték. Hát erre most. Miklós. Hát ez így van. Itt van, mondom, az óra. Jó. Mindig ennyi rossz meg a csapteleveket majd. Igen, a miért ez fajszer, aki le tudom a szívfeket? Meg én nagyon szeretem a szívfeket. Na, lehet még bajunk. Ez a helyzetet. Sőt, még irigyzettünk. Milyen jól megjük. Kis segítség. Tudom, hogy egy kor, hozzám kor leszek. És semmi a jobbján vagy balján, vagy nem tudom. Mi a mi faja? Mi a mi faja? Na, még hát egy sem. Mi van? Már ott is ülnek. Nem van. Mi a jó hallottam a múltkor? Félhez ment a lánya? Vagy csak mennyasszonyi? Rosszul hallottam! Rosszul, mitől magyarázkodom? Ja, már mi a problémát? De akkor mi még jó helyzetben vagyunk? Görcsöl, ideg van. Ingetetlen, hogy ez az egész rájött a györök, gyerek ennyi idő után meg ezt, hogy látja ezeket a dolgokat, hogy csak úgy nézve. Mondom, ülj le vasárnak. Leült vasárnak, úgy szomra ezt a vakot. Ugye látod, hogy még hogy benne van az ujjaimban? Mondom, hogy is olyan érzelgős típus vagyok. Jól van. Mi vagy te? Vonat? Vagy tolac? Végezőm is van? Lassan, lassan, lassan! Bocsi rendező! Hogy én? Évek óta közlekedik a Berceli
Dolati. Azért, hogy legyünk együtt, ha te legyenek ilyen idékek. Hogy írjuk ki? Hát figyelj már ide! Sokkal megterünk! Arra fajtad itt a táján. Ilyen jó, hogy Hogy Milka néni, hogyha menne haza Görögországba, ilyeneket ne éljek, nem rossz, nem rossz, de azt a kis finom barnát, azt vagy hozzonak, jó? Milyen barnát? Ráírt a dugó tetejére a szobasztályára. Megittuk. Én csak akkor egy nap. Ebédre, vacsorára emberek üvegkor. Kettem meg. Utána jöttek. Így egy kis. Hogy tapasztal, mint ez? Akkor a szélre. Belegyűzők. Hideg fúj. Gyümölcs. Kiszedted a srácról, csak már amit akartál. Körbe rakod, de olyan biztososan körbe tálalva ilyen. Hogy Három nagy négy osztály. Hatalmas magas.
hogy buták, mint a idén. És akkor ilyenkor, melyikor tudsz el a visszatérőt Törökországba? Jó vagy, te magyar vagy, te nem? Te vagy az igazi magyar, te nem? Ketten vagyok, nem? Jó vagyok, nem? Csík nélkül, nem szétlátok, majd valószínűleg. Bogás nélkül, ez? Az igazság az, hogy azt mondta, hogy hol van, nem? Most már nem most ott tartunk, hogy? Örülsz nekem? Örülsz nekem? Hát már én se jelenne, Európában semmi határ és mindenki él a de nem, hát ez ökölség, hogy... Hát így van. Mert van egy idei szakárként. Na, ki is tartna itt tét? Az az egyetlen egy magyar. Jaj, az egyet, egy marad. Ez ember egy marad. Hát én éppen az előbb mondtam. De én elmondom neked másik az előbb. Nagy papák. Wagner nem magyar. Balasek a felesége nem magyar. A Tésznek a felesége Czab nem magyar. Te vagy a tiszta magyar. Én vagyok a tiszta magyar. Miért? Mert csak magyarul. Ez viszont apám legnagyobb ülne, mert ő majdnem német anyanyelve fordított, és nem tanultat meg német. Pedig ő aztán tényleg abból ért az egész második világ. Pedig hát ennek az kellett volna a hülyének apostolyásnak, hogy mi van ilyen? Jobban megértette a német németet ő, mint a német a németet, mert a porosz és a bajor az két más jelen beszél, hogy viszont teljesen mint egy. Tehát ez a szomorú benne, hogy az ember most... Ott a prospekt. Péter, tehát ez a szomorú benne. Nem tudom, hol vette. És a másik nem tudom. Ott is válaszolom. Ide. Miért Tamás? Hogy mondjék ezt?
Erre lehet nagyon jó. Nem hallottam. Nincs itt annak is fia. Most a Roki! Gyere már engem, Biki! Egy kicsit táncolni! Róna is mutatja, hogy kell! Nem tudok itt táncolni! Jó? Hát egy kicsi sarzene! Vagy görög, mit tudom? Hoppá! Nincs is szernek! Csókolom anyuka, itt vagyok, jönnek mindjárt, jó? Jó? Csak figyelj, akkor te mondd a dobát, jó? Mondja te csak. Na jó, de hát így szólni kell neki, hogy integessen. Bizony azért integet mindig azt, hogy naptévébe vagy. Azt tanította meg velem, hogy kérek szépen egy üvegsört. Megértek vele. Megköszönöm. Mikor mentek a Görögországba. Elég jó. Nagyon jó. Nagy szerelem. Igaz öreg? A békára mondhat, hogy kellene, az mindig az. Mukani élet. Gyontát? Gyontát, fiam? Állunk, akar? A nyelved alá, tegyük! Attila, itt a naptévé! Remek, nagyon jó! Nem akarok szerepelni benne! Most akarok szerepelni benne! Nem akartak egy megyen! Há, édes Isten, most mi lett? Életemben akkor kaptam a legtöbb lájt, amit a fegyen! Kinek érezti a fegyelmelésük? Nem értem, mert meg is mindenki próbálta helyre. Édes Istenem, hozzátok helyre. Hagyjuk el őket. Mert a különnek nem számítása. Soha ne szabad erősködni. Így van, velmikkel. Tehát csinálva a saját utat, hogy szeretni. Csinálnám én a dolgomat, tudod? Csinálom, meg csinálnám még jobban. De ott vannak, kártalak csinálok, mert legkisebb legyen, és neked is. Már a levét szeretném, neked. Az elszámolás panaszírodat érted.
Hát azért a neve elszámolásokra, a panaszívat vagyok. De teljesen mindegy. De hogy mindegy. Elszámolni úgy kell, ahogy. Viszont a hajad meg se ismerünk, Vidra. Így nem. Ott nem tudom mennyi tonna szemem a szépen, és így hülye a szépen, nem tudom. Akkor is úgy volt voltam. Édes Istenem, az, ami most nincs itt, az már régen szállt. Stimmel? Tehát nyilvánvalóan... Na, hát mi van? Hát rá az ember egy fegyel. Édes Istenem, akkor nem győzik itt helyrehozni a dolgokat. Mégis szegény tép, nehogy éljen a számokra. Egyszerűleg egyszer rongatja, dúlban át, dúlban már, egyfolytál, de mindjárt nekiáll, ízik az egyfolytál, úgy ízik, hogy egyfolytál, ugye? Föltartják, és minden, na most, ideálisan, kicsi a pohár, kicsi a pohár, még adják, mert elég ennyi neked, ennyit, elég neki ennyi, tedd le, visszakapod, na, nézd ott van, visszakapja, az meg, na, most, na, itt meg nyugodtan, senki nem bánt téged, na, mindenki félnéz, mindenki, na, most, cigaretta, nem jó, na, így egy kicsit, na, mi lesz most, mert ez is elfordul, de azt mind, mutatja, hogy mind nyom be, azt mind, nem iszom, nézd, visszafogja magát, egyfolytában csak tartja, nagy hasa van, mi? Az jó tartja a hasát, az jó tartja, jó, na most, nem. Rajtam kívül, még ott egy ember az nagynótás volt, az régen meghalt, úgyhogy rajtam kívül kérem magamnak.
Ignácius. Kevés vagy. Hogy ma egyszer? Kevés vagy. Sok pénzem lenne. Kevés vagy, azt mondtam. Majd eszembe jut. Persze, hát már addig az elátaludtál, hogy teljesen.
Na figyeljetek már ide! Egyébként nyugodtan lennék, nagyon jól énekelni. Na énekelj! Na mondjuk! Na. Csak mondom, hogy lehet énekelni, ilyen! Nem! Jedesanyám, te jó ember! Nagy anyu! Édesanyám, te jó ember! Jaj! Na mondjál valamit! Törzséget ki kéne találni. Az a baj, hogy van belőle legalább. Ott, ahol spontán jutnak a dolgok. Te Pistike, nem akarsz mondjuk kurát kezdeni? Jöjjön majd ide, mert ez a cukorról semmilyen nóta. Mert nem akarok itt ilyen egyéb dolgokat, de ezzel a testtel nem lehet 85 évig élni. Dehogy lehet. Nehogy lehet. Csóval. Ne csacsiskodj. Nekem ennyi elég volt. Angyalföldön, Újpesten meg, itt gyakorlunk. Ne. Az, hogy pár éve nem érzed, hát mi az, amit megérzed az ember? Nem az, hogy valós, hogy én nem ezért vagyok a hízi, hogy megegyek. Az a lényeg, hogy az ember jó, én ezzel magát védjek. Mindenféle társaságban. Úgy kell jól érezned magad, de tényleg jó, abszolút de jól érzed. Hát ilyen pocakkal nem lehet jól érezni magad. Azt te csak... A hölgy pocakja, meg a te pocakod, elvesz annyit, hogy ennyi marad. Ne csak kispélye, miért van? Hát pocakkal nem lehet boldog valaki. De azt csak hiszem, próbáld ki, na egyszer. Egyszer legyen ilyen pocakod. Már nekem is van, de... Na, ugye? De nem veszik el ennyi. Na, ennyi nem veszik el. Ez így van. Hát próbáld ki, hogy mekkora pocakod. Mert több kilométer évente. János, azért, hogyha egyszer kicsit meg... Na, Pistután, én azt mondom, hogy ebben a formán ekkora... De mikor legyen? Ha nyugdíjas koromban ne legyen. Te is csodálkozol vagy mi? Hát most felálljak, hogy ebben a korban ekkora? Ebben a korban ekkora? Na, ne meg! Ekkora. Ekkora. Isten bizony szégyen van. Valami eredetű példát mondja. Én azt mondja, hogy 40 éves korom, 40-45 éves koromban én is 96 kiló voltam. Te mennyi vagy? 100? Ezt tudom igazolni, mert van egy ilyen öltönyöm, amit már a feleségem a nadrágját beszapta, de még az apója még mindig olyan, hogy ilyen 6 pocakot is elhív, és rájöttem, hogy... Az összes többi csak jutalék, az nem számít. Az a maradék 4 év, fölajánlom neked, pluszba, nem számít, kész, vége, az a lényeg, az kamó. Nem, János, próbáljuk ki. Ha te megéred, hogy én megérjem a 60 évet, akkor gratulálom is neked. A többire, de most mi van akkor, hogyha nem érted meg, és én még megértem. Akkor gratulálok, János, akkor gratulálok. Gondol leállni, vagy mi csinálni. Én úgy nem szeretek részvétet nyilvánítani, mert én is azt mondom, hogy mindig az öreg hajjon, meg is a fiatal éjjel, a fiatal éljen. Így van, éljen. Na de földom oda talpa. Hát hogy a fészkes fel, ekkor a tapu. És akkor már, komolyan mondom, hogy ekkor már mondjuk fixen lehet állni. Ez anyával, ez a más kérdés. Ha anyázol, akkor de. Nézd meg anyám. Látom. Látja, szépen tartja a tap. Hiszed, amit már 15 évvel ezelőtt is tartott. Hát amit te ismersz. Elektropéldá. Én már is korábban.
Hát nem így szeretnéd azt, hogy anyád sírja, dobogja a sírot. Hát nem így. Ezért. Nem így. Hát azért pizza verza, szóval én hamarabb megyek oda, nem Isten. Bizonyos kegyhelyre vinde. Örökségem, nem tudom már. Nem én, hát én nulla vagyok. Na de egy anyának nincs szomorú. Ez nem az anyámról szól. Ez én anyám, hogy a fészkes felülvállalva van a mondán. Amikor én másoknak tudom. Köszönöm, hogy föl tetszik venni. A téket légy szíves, vedd föl, az a legkedvencem főnököm volt, azzal kezdtem majdnem. Pistivel fejeztem. Köszönöm szépen. Egyet föl légy szíves, szeretem a János. Pisti se utolsó ember, mert azért sokat köszönhetek neki. De lefejebb viccelem, szóval az én anyám, az én sírómhoz, az kétszer sírót a bajban. Az én anyám azt tudja, az ő fia az anyám egészséges. Ő az kétszer sír? Jó. Igen, minimális. Egészséges. Minimális állatkodtam, hogy elszállt. Én nem tudom, hogy nem szóltam. Írta egészségtelen. A szétszentség, de milyen jó? A testvére, igen. Te ezt mikor élveztet? 20 évvel ezelőtt? Igen. 30 évvel ezelőtt? 40 évvel ezelőtt? Na milyen János? De hogy nem tudod? Tudod milyen jó élvezni az ágynál? Lehet, hogy nem biztos, lehet. Figyelj, tudod milyen jó nekem élvezni az ágynál? Hát jó, hogy nem tudod. Ez a szerencsétlen. A következő helyzetben. Hagyd ne magyarázzam el, hogy... Hagyd ne mondjam el, hogy te mit csinálj. Jó, hát nagyon jó. Ez a perspektíva, ugye? Valahol legalább egy 30 éves... Na ez az. Ezért nem kell utazni a... De épp ez az. Hát ez az. Én tudom, hogy velem mi lesz 10 év múlva. Hát... Mondja már meg, hogy mi lesz ebből? Adj egy puszit neki, Péter Bár, nyugodtan, na! Nem, mi? Nem is tudják, hogy figyeljük őket, ugye? Mert mi figyeljük, sokan vagyunk. Itt a tanú, azt nézd meg azt. Hogy mondja, hogy? Mint a tudok, hajlónak, az is a manyiga, így tartja, az. Kocintom, ez igen. Ah, puszit neki, egy hármat. Ez igen, ez. De a másik az, hogy ez a kislány, a Péter bácsi régi igazgatójának a kislánya. Tehát az igazgató olyan idős volt, mint a Péter bácsi. Elkíséri. Kellene legyen. Meggyermekei. A bámbelom. Baszra, mint az ökör. Olyan, nem? Ugye? Minden szépre jóra, galamb színű piti párom, szerelemből egy csók. Ra, egyik vagytok, bélek vagytok, kacsok vagytok, semmit nem tudtam. Mondd el meg, Gerzsi, semmit nem tudtam. De Péter nem tudtam. Mondok, hogy mondta, az éve, semmit nem tudtam. A tévében. Gyere, kis kép. Bókuskámban, fogyoró krém, gyere, Borsa! Gyere, Borsa, fogyoró krém, na!
Na a másik az, hogy volt béna mindenkinek. Ilyen Mikhail. Olyan, mint a... Mit? Tehát hát nem kell tartani, valami fontos. Valami szép, valami jó. Na. Mondj meg egy valami számot. Nekem köszönöm. Látok engem. Látok engem csókot. Valami van, nem? Valami.
Kettőn tudod, hogy valaki idéje. Most van az egyes részének a kutyai töredékeiben Péter bácsinak a búcsúztatója volt. Thank you.
szól. Soha sem tudja, hogy mi az új divat. Szíszakában sorrát irasztol, s a szívem vált csendesen megsirat. Az élanyámnak, a fászányat volna, lehozna végen minden csillagot. Az önnak egy megtestesült jóság, s így hozzá mégis még valószínűleg. Az élanyámnak, hogy a szányat volna, lehozna végen minden csillagot. Anyám, egy megtestesült jószág, s így hosszá mégis néha rosszul. Ennyi? Várjál, most már foglalkozom. Ennyi? Nem is látsz. Nem is látsz. Ne jöjjön. Más nincs gond, más ember keresél. Jobbra áll, szedben gondokat, hogy szeressen. Jó reggelt kívánok! A hét műsora! Attila, mosolyogjál! És egy öncsek, amely az és a könnyűvel szállítom, elmegyek többé, nem is Amen.
mindenben van. Kert alól, csak egy kopott ki párt alól, és az elmélyen átadom, ez a szerelmi dal. Ha kinyitod az ablakon, behajlod a abesszó, ó, te kis lánykér vagyok, könyvállom, érte jöttem, hányit éveim. Nincsen kutatásom, nincsen sejtelőm. Mi a bajtóra megrakni? Se fájunk a lehetőnök. Nem tűr más, innen bántsatok engem. A gumiból.
Sosem is szép, de pirát.